Sziasztok! Haladjunk tovább. Elérkeztünk a második körzővédő bajnokság 6. fordulójához, amiben ismét azok a fajták szerepelnek, amit leggyakrabban kértetek tőlünk. Ha esetleg nem láttátok a második sorozat korábbi filmjeit, a most megjelenő infokártyára kattintással nézhetitek vissza ezeket egy lejátszási listán. Ha kíváncsiak vagytok a bajnokság állására, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket fogtok kapni majd az új részekről. A 6. fordulóban két egymástól majdnem mindenben eltérő kutyafajtát hasonlítunk össze egymással. Az ősi múlttal rendelkező nápolyi masztifot és a szovjet kutyagyártás egyik büszkeségét, a moszkvai őrkutyát. Mindkét fajta hatalmas, átlagos kutyaméretet nagy mértékben meghaladó óriás fajta, és ritkának tekinthető. A kutyafajtákat nem túlságosan ismerő átlagember általában tanástalanul szemléli őket. A nápolyi masztif megtekintésekor a Jurassic Park egyik szereplőjére asszociálnak, a moszkvai őrkutyát pedig Beethovennek, furcsa Bernáthegyi keveréknek tekintik. Hogy egy kicsit tisztább legyen ez a kép, röviden tekintsük át, mit érdemes tudni ezekről a nagyszerű fajtákról. Ebben a sorozatban már többször szó esett a II. Világháború utáni szovjet kutyatenyésztési programokról, amelyek központja az állami Vörös Csillag tenyészet volt Medvegyev professzor és tábornok vezetésével. A moszkvai őrkutya eredete is ide köthető, kitenyésztésének célja egy olyan szolgálati fajta létrehozása volt, ami kemény és támadó, mint egy kaukázusi juhász, de nem jelent veszélyt a vele együtt dolgozó szovjet kiskatonákra, aki egészséges, és teljesen jól érzi magát, akár mínusz 30-40 fokban is. A végeredmény annyira jól sikerült, hogy jó szovjet szokás szerint azonnal titkosítottak mindent a programmal kapcsolatban. Civil kezekbe ez a fajta egészen a 80-as évek közepéig nem kerülhetett. A tenyésztés gerincét a kaukázusi juhászok keresztezése jelentette a Bernáthegyi kutyákkal, az orosz foltos kopó bevonásával. De természetesen ez is csak évtizedekkel később derült ki. Az első fajta standard 1958-ban született meg, ez azonban többször módosult, és 1985-ben lett először nyilvános. Külön érdekesség a fajta magyar vonatkozása. Magyarországra ez a fajta 1986-ban érkezett először, és Kós János táncdal énekeshez került, aki nagy rajongója volt ezen kutyáknak. A nápolyi masztifot rajongói az ókori molosszusok leghitelesebb egyenesági leszármazottjának tekintik. Az ókor páncélosainak is nevezett molosszereket igen nagy becsben tartották az ókorban, egy jó kutya értéke akár 10 rabszolgájéval is felérhetett, és Nagy Sándorhoz kötik ezek tudatos kialakítását, akiket aztán harci célokra és állatviadalokra is használtak, többek között az ókori Rómában. Az olasz középkorban ezeket a kutyákat, vagy ezek őseit már inkább az olasz vidék terület és nyájőrző kutyájaként használták, számuk azonban folyamatosan csökkent, és a II. Világháború következtében a kihalás szélére sodródtak. A fajta újjáélesztésére az 1940-es évek végén került sor, Nápoly környékén, a nápolyi masztifot ezért nevezik nápolyi masztifnak. Hihetetlen, de a 40-es, 50-es években készült képeken még egy hatalmas, robbanékony, mozgékony kutyaként látjuk viszont a fajtát, amely sajnos a 70-es években divatossá vált, ennek minden negatív következményével. A szaporítók természetesen kaptak az üzleti lehetőségen, és így alakult ki a napjainkban ismert redőzött, szinte mozgásképtelen, óriási dínó formájú kutya. A fajtát 1956-ban ismert el az FCI. Jöjjön az immár hagyományos 5 pontos értékelés.
egyes, az elrettentés erőssége. Mindkét fajta óriási termetű, fajta standardjük megengedi a 70-75 kg-os felsősúlyt is. Mindkettő hatalmas, impozáns fejjel rendelkezik, súlya ellenére a moszkvai őrkutya mozgékonyabb, rugalmasabb termet, a nápolyi mozgása lassabb, nehézkesebb. Egyik fajta mellett sem lehet szótlanul elmenni, elrettentési erejük átlagon felüli. Mi itt nem tudunk megalapozott döntést hozni, mindkettőnek adunk egy pontot, nápolyi masztif, moszkvai őrkutya, 1-1. Kettes, az ugatás erőssége és a harapás ereje. Mivel két hatalmas fejű és óriási erejű kutyafajtáról van szó, akikkel kapcsolatban ráadásul nem igazán rendelkezünk mért adatokkal, sőt, ilyeneket a forrásokban sem találtunk meg, a harapási erő tekintetében igyekszünk lehetőség szerint becsületes becslést tenni. Szerintünk nem járunk messze az igazságtól, ha a nápolyi masztif harapási erősségét a nagyobb masztif fajták 500 PSI körüli értékére tesszük, a moszkvai őrkutyájét pedig a nagytermetű pásztorkutyájékhoz hasonlítjuk, ami szintén e körül az érték körül mozog. Mivel mindez forrásokkal nem igazolható, korrektnek azt érezzük, mindkettőnek adunk egy pontot. Nápolyi masztif, moszkvai őrkutya, 2-2. Hármas, a képezhetőség. A források szerint a moszkvai őrkutya kitenyésztésének egyik oka éppen az volt, hogy a kaukázusi juhász kemény és nehezen képezhető karakterét oldják a Bernát-hegyi megengedőbb és intelligens karakterével, a végeredmény pedig egy jól képezhető, gazdaközpontú kutya lett. A nápolyi masztif önálló karakter fokozottan jellemző rá a masztifok makacsága és önfejűsége, hasonlóan más molosszerekhez nem a könnyen képezhető fajták közé tartozik. Előnyt érzünk a moszkvainál, nápolyi masztif, moszkvai őrkutya, 2-3. Négyes, egészség és élettartam. Az egészség tekintetében a moszkvai őrkutya rendkívül stabil lábakon áll. Ez részben a szigorú szelekciónak, részben pedig a fajta fiatal mi voltának köszönhető. Rá jellemző specifikus betegsége nincs, ilyen nem ismert. A nápolyival kapcsolatban sajnos más a helyzet, körükben jellemző a diszplázia és az ízületi megbetegedések, gyomorcsavarodási hajlam és allergiák. A moszkvai őrkutya átlagos élettartama 10-13 év, a nápolyi masztiffé szerencsés esetben 8-10 év, előny a moszkvai őrkutyánál, nápolyi masztiff, moszkvai őrkutya 2-4. Család és gyerekbarátság. Ez az a pont, ahol a versenyt abszolút kiegyensúlyozottnak tartjuk. Kemény múltjuk ellenére mindkét fajta határozottan család és gyerekbarátnak tekinthető. A moszkvai esetében a Bernát-hegyi vonal sikeresen tompította a kaukázusi kemény, egyemberes jellemét, a nápolyi pedig más nagytestű molosszer származékokhoz hasonlóan imádja a családját, és rendkívül toleráns az apróságokkal. Mindkét fajta türelme legendás a családi körrel kapcsolatban, mindkettőnek jár a pont, nápolyi masztif, moszkvai őrkutya 3-5, azaz 5-3 a moszkvai őrkutya javára, ami azt is jelenti, hogy ebből a fordulóból a moszkvai őrkutya jut tovább. A következő hetedik körben a rodéziai Ridgeback és a spanyol masztif kerülnek majd szembe egymással, hát ez egy érdekes csata lesz. Ha szeretnétek elmondani a véleményeteket és szavazni, most kattintsatok a fenti infokártyára, ja, és semmiképpen ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmeteket!